Újból felélesztik a versenyszellemet és hívják a lelkes csapatokat egy kellemes nyári főzésre Mecsek-Nádasdon. Idén ugyanis 16. alkalommal rendezik meg a kakaspaprikás főzőversenyt június 4-én pünkösd vasárnap. Több mint 40 csapat jelentkezett a megmérettetésre, főztjüket pedig három zsűri értékeli, Lokodi Ákos, Baranyai Séffel az élen. Napközben a főzőverseny és a gasztroprogramok mellett, ugye gondolunk azokra is, akik ugyan főzni nem szeretnének, de szívesen megkóstolnák azt, hogy pontosan milyen is egy nádasdi kakaspaprikás, így étkezési lehetőséget biztosítunk minden kedves érdeklődő számára. Továbbá napközben és este is a rendezvény sátorban több kulturális programunk lesz. A Mecsek-Nádasdi Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület, Kémindi Tamás harmonika művész és tanítványai, valamint a Nadaser Musikanten és a Mecsek-Nádasdi Tűzoltó Zenekar szórakoztatja majd a közönséget. A gyermekeket légvárral, körhintával, arcfestéssel várják egész nap, az estet pedig a Veri Retro koncertje zárja. Az eseményt a Mecsek-Nádasd Open NKFT-vel közösen szervezi a Kelet-Mecsek-Gyöngyei Falusi Turisztikai Egyesület. Arnold János vezetőségi tag stábunknak elmondta, miért éppen a kakas áll a középpontban. Minden nagy ünnepen, a születkor, kukoricatörés, minden családi ünnepeken ez egy hagyományos étel. Ez egy nagyon egyszerű és nagyon finom, mai napig főzzük otthon is, és hasonló jellegű, mint egy halászlé, sok lével, és nagyon egyszerűen minden extra fűszerezés nélkül készül. A főzőverseny mellett egyébként nyitott pincék is várják a látogatókat. Június 4-én és 5-én a helyi borászok kínálják termékeiket, valamint egy gasztroudvart is kialakítanak a településen, ahol sváb étel különlegességeket is kóstolhatnak az érdeklődők.